Napjaink egyik leginkább félreértelmezett szállóigéje a találd meg a szenvedélyed, és életedben egyetlen napot sem kell dolgoznod. Egyetértek az idézettel, hiszen nincs annál felemelőbb, ha az ember megtalálja a szenvedélyét, és annak élhet. Ráadásul, ha az lehet a bevételszerzési forrása is, az már egyenesen fenomenális. A legtöbb ember azonban nem tudja, hogy mi a szenvedélye. És abban a tévedésben él, hogy várnia kell, amíg az rátalál. Mintha a szenvedély olyan lenne, mint valami ihlet, ami láthatatlanul lebeg az univerzumban, és véletlenszerűen rászáll egy-egy emberre. Rossz hírem van. A szenvedély nem így működik. Igen, mint mindig itt is vannak kivételes esetek, ugyanis léteznek olyan emberek, akik már szinte a születésük óta tudják, hogy mivel szeretnék eltölteni az életüket. Ők viszont rendkívül szerencsések. Mindenki másnak meg kell dolgoznia, ha rá akar találni a szenvedélyére. A tévedés tehát csupán ott van, hogy feladjuk, vagy el sem kezdjük keresni a szenvedélyünket. Nincs rá időnk, nincs hozzá kedvünk, vagy azt sem tudjuk, hogy hol kereshetnénk. Számtalan kifogásunk van, miközben semmi egyéb dolgunk nem lenne, mint nyitott szemmel járni a nagyvilágban, és a lehető legtöbb dologban kipróbálni magunkat. A legrosszabb, amit tehetünk, az az, hogy várunk. Még soha senkire nem talált rá a szenvedélye, miközben a kanapén ücsörgött. A szenvedély megtalálásának van három ellensége. Az első az unott kényelem, azaz, amikor azt érezzük, hogy nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, nem vagyunk lelkesek, energikusak, nem várjuk a hétfőt, de semmit nem teszünk ellene, mert nem elég kellemetlen. Ez a még elmegy kategória, amikor zavar a helyzetünk, főleg amikor látjuk másokon, hogy nekik mennyire jó, de legfeljebb csak irigykedünk egy keveset, és azzal éljük tovább az életünket. A második ellenség a befásulás. Azaz, amikor már annyira benne vagyunk a rutinban, hogy bombával sem lehetne minket onnan kirobbantani, legalábbis mi azt gondoljuk. Nem szeretjük, ami nap mint nap történik velünk, de mintha egy gyors sodrású folyóban lennénk, semmit nem tudunk tenni, csak vergődünk a túlélésért. A harmadik ellenség pedig, hogy ne keressük a szenvedélyünket, a félelem. A komfortzóna még akkor is kényelmesebb, mint az ismeretlen, az idegen, amikor nem tölt el elégtétellel az, amilyen épp az életünk. Félünk kipróbálni valami újat, tartunk a fájdalomtól, a kudarctól, és egyenesen rettegünk attól, hogy rosszabb lesz, mint amilyen most. Viszont a szenvedélyt bárki megtalálhatja, ha akarja. A szenvedély nem egy titokzatos, rejtélyes vagy misztikus dolog. Mindenki és bárki megtalálhatja a saját szenvedélyét, csupán akarnia kell. Ki ne akarná a lehető legjobb életet élni? Sajnos úgy tűnik, túl sokan. Elfogadjuk a középszerűt, az átlagost, sőt, még az átlag alattit is. Magam sem tudom miért. Mert azt mondják nekünk, hogy azzal a kártyával kell játszani, amit az élet oszt nekünk. Ezzel nem értek egyet. A mindenki megérdemli, hogy boldog legyen definíció számomra azt jelenti, hogy mindenkinek esélye van rá, hogy megtalálja a szenvedélyét. És ezzel az eséllyel élnünk kell. Szembe kell néznünk a félelmeinkkel. Túl kell lépnünk a komfortzónánkon, nem szabad engednünk, hogy beszippancson a rutin fekete lyuka. És ha elkényelmesednénk, új kihívások elé kell állítanunk magunkat. Ez az az út, amelyen biztosan ránk talál a szenvedélyünk. Csak lehetőséget kell adnunk neki rá. Sikert és boldogságot!